Köszönöm, hogy ez a kedvencem. Álljon meg. Ki vesz ilyen szart amúgy? Ferrari-tól biztos jobban megy. Na, megérkeztünk. No, este gratis firma. Bruno Fernandez, itt jönnek a Romániából benzinkúton. Una, dos, tres, cinco. De tu sexo es frío y de esta mata, mata, mata. Ha milyen volt ez a koncert, srácok? Valami bordori nyelven beszélt, nem értettem. Na, Titikém, mondjál valamit. Hát megérkeztünk Székely Varság előtti utolsó megállónkra, mindig meg szoktunk itt tenni az zetelakai víztározónál. A mai nap úgy fog kinézni, ugye péntek van már, végigutaztuk az éjszakát, és nem lesz nagy pályás foci, az elmarad. Szombaton viszont lesz egy kis pályás, amit megtartanak 9-15-től, úgyhogy kíváncsi vagyok, mekkora létszámmal fogunk ott megjelenni. Fölép a 4-es street zenekar, úgyhogy nagyon várjuk őket is. Szombaton bál, a foci után, pénteken bál, úgyhogy ez van. Vasárnap bál. De vasárnap is lesz bál, úgyhogy sem, nem mondtam hülyeséget. 3 nap bál. Kóstol, szépen nyalni kell, nem lehúzni. Csak szépen. Ez beled akkor mi? Miért mindig? De én mindig mondom, hogy engem vigyenek mi kocsiba, soha nem visznek, bazd meg. Nem baj. Figy jó eset. A jövőre olyan kamerás hozunk, amelyik nem nyomorék. Megveszünk végig. Ricsinél el kell mondani azt, hogy a piros gombot meg kell nyomni, mert ha kinyitod, csak veszi a képet. Ha jól emlékszem, akkor még mindig te vagy az operatőrünk. Te. Hát ez a baj is, öcs. Nem tudom, miért a kamera. Azért, mert egy nyomorék vagy. Csóri dédi mamám is így járt. Nem csak lehúzni kell, hanem... Nem, nyugodtan lehet tölteni, jó? Egy dug elő, és másik, nem annyira. Hát nem így lehúzni. Reggeli első osztálya volt, nagyon szépen köszönjük Piroska Fényéknek a vendéglátást, mert mindig számunkra ez egy fantasztikus élmény, gasztró élmény, amit kapunk mindig. Meg vagyok a reggelivel, irány a Miklós. Ide találottam, amikor barságon vagyok, úgyhogy nem kell semmilyen segít. Át lehet ezt építeni, akárhogy rakom is ide jövök. Akkor majd hazatállják. Becsukasz, így jött, ment. Hol a kecibe? Tudta, hogy merre kell menni. Mire kutya ment a falnak gombó után esni. Jaj! A kedvencem, a barnik vagyok, nagyon nagy kedvencek volt. Nagyon jó gyerekei barátom. Szia, Frici! Téged ki kísért el az útra? Ő! Kis barátom! Szia! Úr! Ja.
kis csapatunk tagjainak van néhány exkluzív tetoválás, amin most részletesen végig fogunk menni. Nézzük meg őket, hogy mennyire fantasztikusak. Ugye van két bíránk, a Pilu és a Vári. A Tíza nagyon szar. Vagy írja akkor. Ja, ja. Kezdeném ezzel. Neked ott van tetkó. Sárkány akart lenni. Elkezdtem csinálni rotlinggéppel otthon, amit teli karos sárkányt ide felhúzok. Amint belenyomtam ide, annyira fájt, hogy elhúztam a kezem és visszabasztam ide, és ez a második pont. Meg ugye, ez... Te never give up, never? However never. Ezek a tini büntetések, nem? Ez kurva szar. Hát azért, igen, hát az az... Itt az újak, az igen, az újak azok. Ugye IT-nek szebb újai voltak, mint ennek azt megkezik. Haver neki állt tetoválni. Azt mondja, hogy csinálok neked ingyen egyet. Na, ez a legdrágább. Amúgy is akarok egyet. Mondom, Dávid, de jó lesz? Persze, Titi, ne fossák. Elkezdjük csinálni. Mondom, Dávid. Hát mondom, ez nem jó. De miért? Hát mondom, mert nézd meg. Hát mondom, csupa szar az egész. Jó, majd átütjük. Ez volt 2015-ben. Azóta várom az átütést. Ezt értékelem, mert maga a tetoválás egy szép tetoválás, de fosul néz ki. Soha ne add fel, Titike. Én azt mondom, soha ne add fel. És egy pont. Ad. Kurvára értékelhetetlen, mivel ez az angyal az. Te szígyeled magad. Ezek után én már csak a pokolba akarok inkább kerülni, ha ilyen angyal lennék. Tudom, úgyhogy... Pontok mondjál, te kis fasz. 4. I would never drop the ball, I know I make it look easy. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Magyarul is, igen. Aki eddig nem jött volna rá. Hát ez inkább soha ne fel. Diszlexiás a tetováló művész. Nem tudom, hogy ez amúgy ilyen közös tetoválásnak akart indulni, Titi, vagy... Jó, ez egy hűtőmágnes bölcsőség. De van még egy azért. Ne. Az exem. A kidolgozás szempontjából rendkívül szép. Én esetleg ma még rájövök, hogy mi van ide írva amúgy. Én sohár... Hát ez nem. Szép. Gratulálok. Adok 5 pontot. 3-at. You had enough. Hey, this ain't for the faint of heart. We always playing rough. I had enough. It ain't luck. I needed a vision. I needed ambition. I needed a mission. Ez szar. Ez nem is értem. Volt valamilyen, hát nem tudom, ilyen identitás zavarod valamikor? Amikor megismertelek, akkor lett. Azt el tudom képzelni, de hogy ez már előtte volt. Ez sokkal jobban izgat. Úgy néz ki, mint egy turbó rágóból lehet kapni ezeket, tudod. Én 7-et adok, de azért, mert egyébként nem annyira szarok, de én szerintem te azért költöttél, hát nyilván a Titikénél többet a tetoválásra. Nem tudok megbántani, de nem az... Ezen túl vagyunk! Jó, közi. 3 pontot adok jó szívvel. Egy szintre raktál ki Fivel! Igen. A Never Give Up-pal! És de legalább a John Cena-ról izéltet fel! Ez a bogárlott Patriknak a izé, Patriknak a spanyaboknak a Patriknak. 14-en maradtuk föl magunkra, ezt egy Walkman motorból kiszuperált ilyen motorra, és rotringgal, és tintával így. Jaj, félek! Na.
Ez egy nem elkészült tetoválás? Ez egy üvöltő farkas. Mi? Itt a szeme, itt a szája. Farkas? Farkas ember. Ingyen volt. Jártok, tudom, hogy Erdélyben számáltad és Dracula megízéted, de... Azt hitted, de az első gondolom az, hogy ez egy... legelső, egy elbasszott afrikai térkép. Én is. Konkrétan azt hittem. A következő az volt, hogy ez lehet egy bajusz, tehát egy ilyen szakál valaki. De nem értettem a többit, és akkor így gondolkoztam, mert Afrikának a formája mégis, hát hogy ez mi... Igen! Ez is közös. Figyelj, olyan, mint a Boldi Guszti elindult volna visszafoglalni Erdélyt igazából. Most a lovak patkói, mint lovak a foglalk az úriember. Ez... Most várja, most ezt dolgozok. Ez. Magyar harcos a felirat. Hát elsősorban azt gondoltam, hogy itt egy vízilóról van szó, de rájöttem, hogy nem. Tehát ez a ló, ez extra jó. Nem lehetséges, hogy anno ilyenek voltak a lovak. Igaz, hogy nem tudok róla, de tehát hogy kell értékelni? Tehát a legszarabb kap a legtöbbet? Igen. Ez jackpot. Tehát ez... Szarabb, mint a kacsa princes tetkója. Ez... Fú, bazd meg! Na! Próbálom összefoglalni. Igen, hát ez a baj, hogy most ez annyira rossz, hogy ez... Ezt beperelted, aki ezt csinált? És köszönöm, én tudok jó ügyvédén, aki segít neked ebben. Hát ez katasztrófa. Na, művész úr, aki ezt csinálta. Mennyit fizetett neked, hogy ezt megcsinálta? Én fizettem. Te fizettél? Nem. De pénzbe kerül. Nem. Tényleg. Szabad. Na, tehát én a 8 pontot adok. Szeretnék a konztól elnézést kérni, amit mondtam a tetoválásaira. 8. Mondja már valamit! 10! Konkrétan 10. Kedvenc idézeteimmel kezdeném igazából. Itt egy latin szöveg van, Dominus Pastor Meius. Az úr az én pásztorom. We ride together, we die together. Úgy van, se jogsi. BFF tetró. Ezt a Bravo magazinból találtam. Ezt mondom, hogy voltak ilyenek benne. Ez a Bravo magazinban volt, úgy egy részek tetováló művész varta, nem? Hát, mert nevezzük annak, jó? Mert ő annak nevezte magát. Oké, csávó, az úgy jött ki, hogy egyszer ilyen köntösbe, full köntös, egyszer faszba, sakár részeg, ilyen 120%-os sakár részegen. Te meg mit keresel itt? Hát mondom, jöttem, hát tetoválunk, nem? Nem úgy volt, hogy délutánra jössz? Mondom, nem, hát mondom, itt vagyok, 10-re beszéltük meg. Jó van, akkor üljél, csinálok addig egy kávét. És hát úgy elbaszta, hogy nagyon. Tetszik. Az egy szerencséd van, hogy egyébként nem csúnyán csinálták meg. Tehát az igaz, hogy az... Azt a festéket tényleg valami másra lehet volna felhasználni. Vannak horvát zászló részek benne, de ilyen... Aztán még egy kis mitológiát is még ma... Van itt gond! Várj, hát mi van itt még hátul? Még van, ezt kihagytad! Ja! Egyszer voltam egy fekete párdoc bulin, amit megzavartam, és annak a tiszteletére van a magamra. Azt a kurva anyámat! Na ez... Te ez a legrosszabb, amit eddig életemben láttam. Ez... Ha ezt most Betonhofi meglátnál, letörölni a bagira cipőt. Eddig szégyeltem az angyalt, de most már elmondtam. Ez! Hallod! Titi, ne haragudj, hogy azt mondtam az angyalt. A legjobbat a végére hagytam. Ez... Ne, 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 vágasd le, vagy ki, nem tudom, hogy csinálja vele. Te, ki mondta ezt, hol vagy? Ki mondta ezt a lézerkezelő fasságot? Na, azt hívd azonnal fel. Mi a fasz? Ez... Így vicsorog. Így vicsorog. Bazzó, bacska. Azt
a gurrét! Baj! Trici, oh. Te vagy az egyetlen, aki tőlem 10 pontot kap. Ez annyira bűncsó, ez... Ocsortányszar! Ezt anyádnak még nem utartam meg. Fogadjunk, esküszöm. Ez a legelső tetoválás, mert anyám 2 hétig nem állt velem szóba. Azt meg is értem, de ezek után... ezek most után nem esétek. Azóta sem. És egyébként ez egy takarás. Jó, hogy takarás ráadásul. Volt alatt a szalag. Várja, itt van! Egy név! Milyen név volt odaírva? Ha? Gyula. Ez egy fenomenális 10-es, az meg erre. Én még adni 11-es 10-es. Ez? Ez? Hát nagyon szépen. Nem is értettem, hogy mit akarom, mert annyira... Megkapottam a trónt, a jogart. Hát valamiben első lettem végre. Mindenki rendben van, mindenki kipihente magát. Majdnem. Vannak kivételek, azok csak erősítik a szabályt. Itt vagyunk a Miklósban, megszokott helyünkön, és innen megyünk tovább a pályára. És mi van? Mindig gyaloglók az meg. Egyszer elvitt egy ló félig. Lerakott. Most a lehetőség sem volt adott, hogy lóval jöjjek. Gyalogolni. Laza, 40 perc, 70 fokos emelkedő. De gyalog megtettem, úgyhogy megint bebizonyítottam, hogy igenis érek valamit. Mint azt mögöttem láthatjátok, elkezdődött a 11-es ugóbajnokság, amin mi is neveztünk Konci barátommal, úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy ki is lesz a jó. Amikor láttam, ahogy kapura lövi a labdát, egész testemben remegtem. Olyan izgatott voltam. Ennyire tetszett. Mit csinálsz? Az én példámból tanulatok, és mindig aláztosan játszatok, majd azt én megmutatom, milyen magángyárak leszek, alábögtem. Azért alakkodj, úgy megvehettem a fékét, alattam a tört, de úgy felé bögtem, hogy meg a mamut megyek sok gritát megfogni. Gyerekek! Arc nélkül! Állunk, ha jól tudom, te is futballoztál, és ahogy elnéztem itt az előbb, amikor találkoztunk legelőször, elég jó is ment a zsuga, simán beférne a sebsi kezdőbe. Milyen szinten fociztál? Hát igazából soha nem jutottam el felnőtt ligába, profi szintre, viszont junior ligába eléggé jó bajnokságból játszottam, és jó csapatom. Ugye most mindenkit foglalkoztat Magyarországon a Szoboszlai téma. Neked mi a véleményed Dominik Liverpool beigazolásához? Őszintén mondom, én büszke voltam, amikor először láttam maga a hírt a Fabrizio Romanónál, hogy talán átigazol. Amikor átigazolt, akkor ilyen hihetetlen volt, beszéltük épp. Lórinak az öcse, ő focista, és pont őt hívtam először, hogy te szerinted ez igaz. Nagyon örültünk neki. Te nagy hoki szurkoló vívében is állsz, és hoki vagy a foci, vagy melyik, amelyiket jobban szereted, vagy? Ezt már kérdezték egyszer, és igazából a foci legközelebb a szívemhez, viszont most inkább a hokit választana, mert aktívan részt veszek magabban a szurkolási folyamatban. És hol tudsz jobban megvadulni, egy foci vagy egy hoki meccsen, úgy értem megvadulni, hogy hol bírod jobban elengedni magad? Hát igazából, szerintem hoki meccsen. Igen? Gyergyi hoki meccseken. Ott itt a fináléban, konkrétan az utolsó meccsen, itt az utolsó 5 percben kiismertem a csarnagul, nem bírtam végignézni. És szerinted mi a fárasztóbb, egy 90 perces futballmérkőzés, vagy itt egy koncertet lenyomni? Fú, édes. 10 perces foci meccs. És lenne egy záró kérdésünk, nekünk van egy közös nagyon jó barátunk, a Fradiba
csapatkapitány jégkorong csapatban, illetve a válogatottban is. Mit szólna ahhoz, hogy egy Gyergyóba igazolna? Na igen. Fú. Hát akkor fel kéne kösse a gatyáját, szerintem. Örülnénk persze, nagyon jó játékos, ismerjük. Nagyon jó játszott mindig ellenünk, idegi szaroppanásokat okozott sok Gyergyő embernek, viszont szívesen látnánk. Nagyon szépen köszönjük, és jó bulit! Köszönjük szépen! Tegnapi napot kicsit megnyomta a tárosság, aztán most isszuk a levét elég jönnek. De majd az úgyis ki fog jönni a futballpályámmal, ha minden igaz. Hát a verőségünk az szerintem az, hogy fel tudunk sétálni a pályára. Vannak megfáradt hőseink. Szerintem a legjobb csapat futó mennyisége nem lesz több egy olyan 100 méternél egész nap. Megcsináljuk! Megérkeztünk a kispályás tornára. Nem aludtunk túl sokat, a csapat nem túl acélos, de semmilyen célunk nincsen, csak a tisztes helytállás. Az se fog összejönni, de... Milyen poszton fogsz játszani? Hamis 9-es leszek. Mindig az, hogy harapok és rúgdosok mindenki. Hogy érzed a csapatnak a mentális és fizikai állapotát? Amit diktálunk, szegény Zoli eljön először, azt már bántják, újfejbe rúgták, hogy akkor átcsaptam, hogy a Hargitán felnéztek a medvék. Mikor fogsz pályára lépni? Semmikor. Vissza! Gyere, Kuba! Az a Kuba! Egy védő volt már csak, megszereztem a labdát, de az az, hogy olyan induló erőm van, és induló sebességem, hogy a talaj nem bírt el. Azon már elkapartam. Teljesen jó volt egyébként, 0-0. Egy pont? Igen. Kacsó megmondta, és teljesen igazam van, nem szabad nagypályás játszani péntöken, és akkor marad időnk is már a kocsit. És erőm. Titike, te vagy a sztár! Hát szerintem ma be fogjuk húzni ezt a kupát. Berúgásfigurációból megszerettem. A héten 63-szor gyakorolták le ezt a figurát, és az már bevált. És berúgtak. És berúgtam. Te mind az attól. Úgy van! Ricci, mikor mész be? Mondtam már, hogy soha. Mondjál majd erről a meccsről. Repülőgép. Kalapács, 60 forint. Thermomix 200 ezerért. Levi, mikor állhatunk be Titivel? Kösz, mester. Nikoli, menj meg! Megint nem volt szerencsénk, egy az egyben vittem a védőre, megcsináltam a lövőcset, előttem spiccel, kapufa, ellentámadás, kontraszt, hibátlanul hoztam le a mai napot,
3 mérkőzés, 0, azaz 0 játékperccel. Ennyi. Mennyi hibád volt, Krisi? Nagyon jók vagy. Erősen jók voltatok. Ennél jobbak nem is láthattak róla. Hát ha már kiestünk a kupán, akkor azért úgy gondolom, hogy innunk kell egy jó várdát. Ó, találtál itt várdát? Persze, mindenhol van. Ne ürügykedjél! 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandóegység tagjait elítélték egy általuk el nem követett büntény miatt, ám az ítélet kihirdetése előtt sikerült megszökniük. A kormány máig is körözi őket, de szerencsés módon mindig találnak kibúvót. Ha bármilyen megoldhatatlannak tűnő problémája van és véletlenül sikerül megtalálnia őket, talán önt is kisegíti. A szuper csapat. Sikerélményekben dús volt, 3 mérkőzést játszottunk, 3 pontot szereztünk, leixeltünk igazából az összes csapattal, örültünk, hogy ott lehettünk, fantasztikusan éreztük magunkat, úgy gondolom, hogy a csapat végre egy fantasztikus idényt futott be. Mi a helyzet, Pilu? Semmi éppenséggel a csapatodnak szurkolok, hogy rúgjanak még egy gólt. 3 idegi csak szeretett az ügyszerbe különböző italakciójukkal. És lehetőleg nem én fogom csapolni a sebetet. Belefogta! Vigyázz, kamera! Még a művészet! Kicsit ahagás, kéne szólni a velencés fiúnak. Rutin meg az évek. Most már tényleg belefogytam amúgy. Tavaly volt itt egy úri embereként, ami ekkora colstokkal így előjött, hogy lemérjen, hogy már jövőre rám szabja. De hát az inkább nem szabta rám. Kérlek szépen! Új gazdag! Új fölé ide jöttek! Kibérettek egy fogatot, hettes! Együnk visznek sofőr! Nagyon jó! Lajos! Kocsisz! Befog a fék! És túl is! Azt a betyár mindenit! Nagyon megy! És itt a trollfoci kis busszal indultunk neki nagyvilágnak. Új BMW! Tényleg az? Helyi specialitást kipróbáljuk. Hogy jön megy a magunkat a kis saját szintéket. Itt vagyunk, feljöttünk a Szintjai Valsági kilátóba, többiek vonattak egy kicsit nincs. Aztán itt előbb barátunk körbevezetett minket, és nagyjából itt elmagyaráztam, mi merre van. Körülbelül olyan 30 percet jöttünk autóval, mire ideértünk. Hát itt, ami nem látszik, csak így az alsó fele, hogy itt van Tisztás, itt van Központ, ott Lapos Magyarul, ott lám Bagzos, itt Forrás közel, és olyan Főhegye, és itt van Tálos Verce. És amúgy ott még van küküllő, csak ott az a völgyben van, ez nem látszik. Édesapám reggel fékét, és azt mondta, fiam, csináljunk egy sípáját. Igen? Azt mondom, jó van, édesapám, csináljunk egy sípáját. És kész. Igen, próbáljuk itt tartani az embereket. Nyáron is, ősszel is, amikor nincs hó. Van mountain kart lehetőség, azért 3 kerekű szekik. Aha. Van neki, amúgy itt most nem látszik, de a sípáján van egy ilyen kacskaringos útvonal, kígyódó útvonal, és azon le lehet itt driftelve jönni, gyereket az őbe le lehet hozni, nagyon vagány, másfél kilométeres pálya van. Az igen. De ahol ló van, itt van lószal is. Coelho.
Mivel itt vagyunk Székelyvarságon az utolsó nap, kitaláltuk azt, hogy a Levi fog nekünk székely kifejezéseket olvasni, amelyik nem ilyen mindennapi, és hármunknak ki kell találni, és megfelelő, hogy melyikünk találja ki rendes, és a Levi elmondja, hogy melyikünknek volt a helyes megfejtés. Mit jelentett az, hogy murok? Bugrok, ilyen árok, az meg. Jó. Hova? Hurok. Sárgadéka. Jézus. Szajdók. Hozzá meg tajdók. Hordó. Hordó. Taposóaknak. Ügyetlen. Az jelent. Az én vagyok. Ártány. Az meg, ártány. Ezt szokták mondani egyébként, nem te ártány, te égetni való. Jó, égetni való. Disznó. Te félre baszod ember van meg, hogy valami ismét. Amiatt elmondod, javítanék. Ártány az olyan disznó, amelyiket viszik baszni. Bocsánat. Herélyes erdés amúgy. Azt már nem viszik. Jó, figyelj, nyertek. Berbécs. Berbécs. Ez egy, nem egy ember. Te berbécs. Elbaszod ember. Jó, elbaszod ember. Szerintem ilyen szatócs volt. Menj el a berbécsbe. Cipész? Jó! Én szerintem... Oda, hogyha nem azt Szabó. Mondani, hogy egy kos. Berbécs vagy. Berbécs a... Fú, bassz, mert nagyon messze volt. Csóré. Csóré. Kukoricának a csóréja. Szegény. Lopás. Mesztelen. Hát a szegény az... Esztena, kérek szépen, az, ahol a birka pásztor lakik bent, az Esztenában van meg. Fent a helyet. Úgy tudom elképzelni, hogy ilyen védőnői szolgálat erre fele. Esőkabát. Gyuszállás. Egy-egy. Yes! Lapító. 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 Két éve. Lapító. Lapító. Lapító, na ember. Hát szerintem ez valami... spanyol szó. Lapito. Lapito. Kiskutya. Jó. Buffon. Lapito. Szerintem úthenger. Lapituká. Esküszöm, ezt használják konyhában, hogy a lepén tudod lapítani. Vágódeszka. Vágító ez. Majd nem ott voltál. Majdnem kiskutya. Nem kicsorodik. El kám kicsorodik. Én is. Sír. Elszomorodik. Igen, elszomorodik. Az megadom mindenkinek szerintem. Megcsámporodik. Hát lebénul. Mi? Lebénul. Csámporodik. Csámporodik. Hát ugye kimegy a bokája esetleg, rosszul jár, elesik. Megromlik. Lebénul. Hát most az epe? Én tudom mi az. Ilyenkor bezzek tudom. Tű. Gomba. Nem. Hozd már egy pipit. Fogd meg, pipit meg. Fogó, valami fogó. Pénz. Ecset. Kiskacsa. Kiskacsa! Pénz. Csitkó. Csitkó. Ez a csikó. Csönd. Nyertél, csikó. Hát most én nekem is a kérdés. Nem, hát mondtad, baszd meg. Két de mondtad. Igen. Hát mondtad. Mondtad. Szeretnék úgy. Vagyunk a bálba, ami nekünk mindig a valsági túránynak a lezárása. Nagyon szeretném megköszönni a valságiaknak, hogy milyen szépen megtiszteltek minket. Jó ételekkel, jó társasággal. Bunkó emberit még nem találkoztam, jövőre szeretnék együtt, úgyhogy hozzatok. Kifüljük a bálban, úgyhogy jól érezzük magunkat. Amint azt mondanátok, hogy részegség miatt van itt a hangom, én most jöttem fel a srácoké, de fél órája hívtak, hogy menni akarnak. 40 perc állok itt, sehol senki, úgyhogy állunk itt az esőben. Ha tetszett ez a rész, kövessétek be a Trófasz YouTube channel oldalát. Jó éjszakát, sziasztok!